Megnyílt a jégvilág, a sarkörök és a hideg égövek állatvilága elevenedik meg a Nyíregyházi Állatpark pénteken átadott legújabb attrakciójában. Út, ami összeköt, átadták a Nyír Gyula és Mária Pócs között felújított 3,5 kilométeres külterületi utat. Elismerés 8 kategóriában adott át díjakat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A sarkkörök és a hideg égövek állatvilága elevenedik meg a Nyíregyházi Állatpark pénteken átadott legújabb attrakciójában, a jégvilágban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntjük Önöket! Az Európában egyedülálló technikai megoldásokat alkalmazó különleges épületben és a hozzá kapcsolódó 2 hektáros kifutórendszerben hazánkban még nem látott ritka sarki állatfajokkal találkozhatnak a látogatók. Magyarország történetének legnagyobb vidéki állatkerti beruházása közel 14 milliárd forintból a Modern Városok program keretében valósult meg. Először még csak kívülről szemlélte medencéjét a jegesmedve, a vízbe dobott ebéd azonban már csobbanásra késztette. 4 méter mélyen úszkálhat, ha kedve tartja, de számára komfortosan szárazföldi területét is hidegen tartják. Ez csak egyik különlegessége a Nyíregyházi Állatpark legújabb attrakciójának, a jégvilágnak. A valósághű mamutok és mamut csontvázak a 10 000 évvel ezelőtti jégkorszakot idézik fel, a mini tenger alatt járóba ülve pedig VR szemüveg segítségével egy jeges tenger legmélyebb pontjai is megcsodálhatóak. A jégvilág pénteken nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Ez egy különleges attrakció, Magyarország legnagyobb vidéki állatkerti beruházása. 2015-ben kezdődött a munka, amikor miniszterelnök úr, polgármester úr kötött egy megállapodást a Modern Városok programjában, és úgy gondolták, hogy érdemes a Nyíregyházi Állatparkba befektetni. És hát remélem, hogy tényleg így van. Gyakorlatilag ez egy Európában egyedülálló beruházás, egy jégpalotával indul, és mögötte egy 2 hektáros szabad kifutókból álló terület, ami csak a sarkvidéken, a hideg égővökön élő állatokat mutatja be, de nagyon attraktív, különleges módon. Ez pedig nem csak méretei miatt van így, a jégvilág ugyanis Magyarországon még nem látott ritka sarki állatfajoknak ad teret. Aki eljön hozzánk ide a 35 hektáros területünkre, kontinensenkénti felosztásban láthatja az állatvilágot, és most már az Arktisz és az Antarktisz élővilágát is meg tudják tekinteni az ide érkező vendégek. Parkunkban több mint 500 faj van, ebből több mint 120 olyan bemutatott állatcsoportot mutatunk be, akik végveszélyben vannak a természetben, és ebben a területen, ezen a területen is most már ez az állomány erősödött, hiszen most már királypingvin, sziklaugró pingvin, humboldtpingvin és jegesmedvék is láthatóak, ezek közül mindegyik végveszélyben van a természetben. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, a jégvilág egy igazi összefogás eredménye, amely jelentősen növelheti a vármegye székhelyre látogató turisták számát. Elértünk oda, hogy örömmel és büszkén tekinthetünk arra, hogy érdemes volt ez a sok befektetett munka, bár nem akarok semmit elkiabálni, mert igazgató is említette a beruházás nagyságát, de most a megtérülés időszak kezdődik holnaptól, ma még ünnepelünk, és én azt kívánom, hogy nagyon sok vendége és új vendége legyen az állatkertnek, és ebből nagyon-nagyon sok visszatérő vendég is legyen, mind Magyarországról, mind külföldön. A Nyíregyházi Állatpark az innovációban és az állatjóléti törekvésekben is a legjobbak között van Európában, így a kormány nem csupán idegenforgalmi szempontok miatt támogatta az attrakció megépítését. Nem csak Nyíregyházának fontos, nem csak az országnak, hanem Közép-Európának is fontos tényleg az, hogy ilyen attrakciók legyenek egy ilyen állatparkban, mint a jégvilág. Amikor megálmodták 8 évvel ezelőtt ezt a projektet, akkor is lehetett már tudni azt, hogy egyedülálló projektről van szó, ami nagyon sok turistát fog ide vonzani Nyíregyházára. Már így is büszkék lehetünk, hiszen 500 000-nél is több a látogatók száma, de azt várjuk ettől a fejlesztéstől, hogy még több 100 000 ember jöjjön el ide a Nyíregyházi Állatparkba. Az európai szinten is egyedi állatkerti attrakció építése 3 évig tartott abban a Nyíregyházi Állatparkban, amelyet az elmúlt évtizedben 3-szor minősítettek a kontinens legjobb állatkertjének a 250 és 500 000 látogatószám közötti kategóriában. Demecseri otthonukban várta a rendőröket és a mentőket egy férfi, miután bejelentette, hogy leszúrta apját. Telefonon tett bejelentést a rendőrségre csütörtök délután a 28 éves demecseri K.S.,
hogy közös otthonukban leszúrta édesapját. A helyszínre érkező rendőröknek és mentőknek a férfi mutatta meg, hol fekszik az apja, akinek már csak a halála beálltát tudták megállapítani. A férfi egy konyhakéssel többször megszúrta alvó édesapját, de tettére nem tudott magyarázatot adni. A rendőrök K.S.-t a helyszínen elfogták és előállították. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a férfit emberölés büntett megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását. Kiszélesítették, új burkolatot kapott, és a vízelvezetését is stabilizálták a Nyírgyulajt és Máriapócsot összekötő útnak. A fejlesztése a két önkormányzat közösen nyert közel 300 millió forintos forrást a vidékfejlesztési program pályázatán. Nyírgyulaj és Máriapócs határán áll ez a kereszt. A két település mesdjéjén adták át hivatalosan is azt az összekötő utat, amelynek megépítését már több mint 20 éve kezdeményezte az akkori nyírgyulai képviselőtestület. Máriapócs és Nyírgyulaj között pontosan 2000-ben épült meg az első útszakasz, ami korábban 4 méter szélességű volt. Nagyon sokan használták, igénybe vették, és a Magyarország kormányának a vidékfejlesztési programjához csatlakoztunk 2021-ben, ahol a Nyírgyulaj-Máriapócs alkotta konzorcium pályázott ennek az útnak a külterületi szakasz szélesítésére, útpatka képítésére és a vízvezetés stabilizálására. A beruházás 315 millió forintba került. Az összegből a két település önkormányzata 17 millió forint önerőt vállalt. A fejlesztés a helyiek számára kiemelten fontos. Amikor 2000-ben megindult, akkor a fele készült el köves útként, Nyírgyulai, a másik az földes út volt. Akkor is már sokan jártak, és a kövezés után pedig megélénkült a két település közötti rokoni látogatások is, mert akkor az volt a jellemző, és ahogy az úthálózat épült, akkor az autók is észrevették, ők is erre közlekedtek. Ahogy az ipari park megépült, a dolgozóknak nagy száma is elindult, és hál' Istennek kerékpárút vannak a környéken bőven, és ezt is úgy használjuk, mint egy kis kerékpárot. Igaz, hogy még ez nem az, de azért az autók nem olyan nagy számba mennek, mint a Nyírbától Nyíregyházi úton. Az átadáson Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, választókerületében 2018 óta több mint 100 kilométernyi útszakasz újult meg. A fejlesztésekben pedig, mint mondta, jelentős szerepe van a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek is. 70 kilométer az közút, és mintegy 50 kilométer pedig a vidékfejlesztési program jóvoltából újul meg, és ilyen formán jóval 100 kilométer felett tartunk. Ebből a 17 programból, amely a vidékfejlesztési program jóvoltából létesül, útfelújítás, ez mintegy 45 kilométer. Ez összekötő utakat jelent, tehát a választókerületben az elmúlt 5-6 évben a 120 kilométer az igen nagy arányú útfejlesztést jelent. Az összekötő út átadásán Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára elmondta, az elmúlt 14 évben több mint 4000 milliárd forintot költött közútfejlesztésre a kormány. Magyarország kormánya 2010 óta 4200 milliárd forintot költött közútfejlesztési beruházásokra. Ebben talán a legnagyobb tétel és a legfontosabb azok a beruházások voltak, amelyek azt szolgálták, hogy minél több térséget be tudjunk kötni a kétszer-kétsávos utaknak a rendszerébe. Nagyon sok megyeszékhelyet, nagyon sok megyei várost sikerült ebbe a hálózatba bekapcsolni, és továbbra is azon leszünk, hogy a gyors forgalmi úthálózat 30 percen belüli elérését tudjuk elősegíteni. Ezen túl természetesen nagyon fontos valamennyi térség, az ország valamennyi térsége számára az, hogy kisebb jellegű útfelújítások is meg tudjanak történni. A Magyar Közút, a Magyar Falu program révén az idejében is számos beruházást indított el, és jövőben is természetesen a választókerületek érdekében ilyen jellegű munkába fogunk fogni. Az átadáson az is elhangzott, a 3,5 kilométeres összekötő út felújításával a korábban nehezen járható veszélyes szakaszon a balesetek száma is jelentősen csökkent.
Csütörtökön a Városalapítók szobránál tartott megemlékezéssel elkezdődött a szombat estig tartó Nyíregyházi Városnapok rendezvénysorozata. A Nyíregyháza újratelepítésének 271. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen 10 testvérváros küldöttei is elhelyezték koszorúikat. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza egy olyan város, amely nem csak a helyiek, hanem az ide látogatók számára is számtalan élményt kínál. Ahányan vagyunk, annyi félét jelenthet számunkra ez az egyetlen nép, Nyíregyháza. Van, akinek ez a szülőhelye, itt él, itt van a családja, ide járt iskolába, itt dolgozik, ide köti az üzleti élet, a szerelem, az ismerősök, vagy éppen a barátok. Sokunknak pedig magát az otthont jelenti. A várost, ahová hazaérünk, ahol biztonságban tudjuk magunkat, ahol önmagunk lehetünk. Ahol egy közösségben érezzük magunkat a városlakókkal, és az ország más pontján meg is kérdezzük tőlük, mit érdemes megnézni Nyíregyházán, akkor büszkén mondjuk, otthon található Európa egyik legjobb állatkertje, az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb zenélőszökőkutya, gyönyörű parkok, népszerű szabadtéri múzeum, teljesen megújult fürdő, és egy olyan kulturális negyed, ahol egymást érik a látnivalók, és csodálatos emberek, akik vendégszeretettel várják az ideérkezőket. Nyolc kategóriában díjazta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a vármegye vállalkozóit, vállalkozásait. Gyakorlati felkészítő tanárok és diákok is vehettek át elismeréseket a rendezvényen. Az év vállalkozása címet a Michelin Hungária Kft. Nyerte el. Florian Fischer, a Michelin Hungária Kft. Ügyvezetője vette át az év vállalkozója díjat. A vállalat méltatásában kiemelték a cég fenntarthatóságra és környezetvédelemre való törekvéseit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Pekó László elmondta, rengeteg kiválóan működő vállalkozás van a vármegyében, így nem könnyű a díjazottak kiválasztása. Igazából nem vagyunk könnyű helyzetben minden évben, és szerencsére a megyében igen sok sikeres és jó vállalkozás van. Szerencsére a megyében igen sok jó iskola van, jó oktatók vannak, és jó tanulók vannak, és jó gyakorlati képzőjek vannak. A mai nap átadásra kerül tagozatonként a legjobbak, és átadásra kerül ki az év vállalkozása. Amit fontosnak tartok, mi nagyon-nagyon figyelünk és segítjük azt, hogy az iskolák legyenek érdekelté téve a szakmasztárnak való sikeres szereplésbe. És én, mint vállalkozó, nekem alapvetően az a jó, és az a fontos, hogy aki hozzám kerül a szakmában, az a jó felkészített. Ennek érdekében a szakmasztáron résztvevők részünkről fekszítő tanárok és gyerek is kapnak elismerkintetést. Ez úgy gondolom, hogy látszik sikeres, és látjuk azt, hogy mennyien vannak itt jelen, és azt is látjuk, és büszke vagyok rá, hogy a megyéből igen-igen jó szerepelnek a fiatalok. Az év ipari vállalkozása díjat a Resilux Kft. Kapta, az év kereskedelmi vállalkozása díjat pedig a Háda 1 Kft. Képviseletében Háda György vehette át. Mi úgy voltunk vele, amikor megcsináltuk ezt a céget, hogy akkor volt a rendszerváltás, és valamiből meg kellett élni, mert megszűntek a munkahelyek, nem volt hol elhelyezkedni, meg semmi. És gondoltuk, hogy ez egy kezdésnek jó lesz. Csak aztán mindig elég jól csináltuk ezek szerint, és akkor mindig megtettük a következő lépést, amit kellett. Először csak önmagunk, már úgy értem, hogy a családtagok, mentünk éjjel-nappal, utána aztán felépítettük a rendszert. Most már úgy gondolom, hogy a rendszer teljes, tehát van normális menedzsmentje, Budapesten irodája, HR, PR, mindenki minden külön csinál. Hát nem akarunk nagyképp lenni, profik lettünk ilyen értelemben, de ugyanakkor megőriztük azt, hogy családi jellegű a vállalkozás, és azt akarjuk, hogy a dolgozóink is úgy érezzék magukat, mint hogyha egy családhoz tartoznak, mint ahogy látják rajtunk is, hogy én, a lányom, meg a két keresztfiam a napi munkában részt veszünk, meg ott vagyunk közöttük minden nap. A Leányvári Kft. Kapta a kiváló gyakorlati képzőhely díjat.
Leányvári Lóránt elmondta, véleménye szerint a sipkai iskola oktatóinak köszönhető, hogy a hozzájuk kerülő tanulók remek alapot kaptak ahhoz, hogy gyakorlatban is megfelelő módon kamatoztathassák a tudásukat. Köszönjük szépen először is a díjat a kamarának. A kiváló szakmai díjat azért kaptuk szerintem, mert több versenyen részt vettünk a tanulóinkkal, ahol sikeresen szerepeltünk. Nagyon szépen köszönjük az iskola támogatását, illetve köszönöm a nálam szakoktató kollégáknak. A díjátadón ezüst és bronzkoszorús mesteri címek is gazdára találtak, illetve elismerésben részesítették a gyakorlati oktatókat és azokat a tanulókat, akik tanulmányi eredményeikkel és szakmai versenyen való részvételükkel öregbítették iskolájuk hírnevét. Korban és stílusban rendezett, Nyíregyházához kapcsolódó tárgyakat láthatnak az érdeklődők a Kálai gyűjtemény új időszaki kiállításában. Jakó János magángyűjtő adományait a Kálai gyűjtemény saját, Rómából és Berlinből származó tárgyai egészítik ki. Láthatóak fürdőpoharak, kerámia tányérok és képeslapok is. A Nyíregyháza összeköt című tárlat június 7-ig látogatható. Nyíregyháza ebben az évben ünnepli újratelepítésének 271. évfordulóját. Ennek alkalmából a Kellei gyűjtemény dolgozói úgy gondolták, hogy egy időszaki kiállítással csatlakoznak a megemlékezéshez. Így született meg a Nyíregyháza összeköt ötlete. A magángyűjtők által adományozott tárgyakat a múzeum saját darabjaival is kiegészítették. Dr. Jakó János nyugalmazott főorvos gyűjteményének a gyűjteménye az egyik része a kiállításnak. A családja ajánlotta fel, hogy szívesen kiállítanák ezeket a tárgyakat, és ez volt a remek lehetőség rá, ugyanis a Jakó főorvos gyűjteményében van nagyon sok képeslap, ami Nyíregyházát ábrázolja, és ebből mi 36-ot kiállítottunk most a kiállításban. Ugyanakkor felajánlott még különböző első világháborúból származó mozsarakat, valamint első világháborúhoz kapcsolódó bögréket, csészéket, illetve a Nagy Magyarország területéről származó, fürdőhelyekről származó poharakat. És ez volt az alapja a kiállításnak, amit mi kiegészítettünk a saját gyűjteményünkkel. A kiállítás címe sem véletlen. Jakó főorvos Bársáros patakon született, Nyíregyházánél, és az itteni kórházban dolgozott. A Kellei gyűjtemény anyaga pedig Rómából és Bécsből származik, abból a korszakból, amikor Nyíregyháza a polgárosodás útjára lépett. Egy olyan évet láthatnak a látogatók, amelyek megmutatják azt, hogy a város, amikor igazából átvette a vármegyei szerepet, mekkorát fejlődött. Akkorról vannak ugye a evangélikus templomon kívül az első épületeink, amelyek mind a mai napig láthatóak. Ezek a tárgyak egy olyan szimbolikát tesznek elénk, amelyek tényleg a város összekötő jellegét mutatják meg, hiszen a 19. század végétől a város igen erős regionális piaci központ volt, ahonnan a Kárpátaljáról, a Parciumból, északról, a hegyekből jöttek le árusok, akár vásárolni, akár pedig eladni. A nyíregyháziak sokszor jártak fürdőkbe, és ott vásároltak ajándékokat. És bár a kiállított tárgyak nagy része dísztárgyként funkcionált, fontos üzenete van a mai kornak. Ezek ugyanis kézműves, aprólékosan elkészített egyedi darabok, ellentétben a mai kor tömegtermékeivel. A kiállítás célja, hogy erre is felhívják a látogatók, elsősorban a fiatalabb generáció figyelmét. De más programok is várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Május 21 és 24 között egy gyermeknapi programsorozattal várjuk a gyerekeket. Hál' Istennek nagyon sok óvoda és általános iskola alsó tagozat jelentkezett. Kis állatcsimogatótól kezdve érdekes programok, múzeumpedagógiai foglalkozások lesznek. Majd június 14-én nyitjuk a pénztörténeti kiállításunkat. Ebben a Budapesti Pénzmúzeum és a Magyar Nemzeti Bank partnerként is közreműködik. És június 22-én pedig a múzeumok éjszakája, ami a pénzről fog szólni, hiszen ez a kiállításanyag adja az alapját, de minden ami pénzzel kapcsolatos kicsiknek és nagyoknak izgalmas programokkal lesz tele. Sőt, meg lehet említeni, mert már igen mondott, igaz, hogy ő más oldalról közelítette meg annak idején a pénzzel való kapcsolatát, Ambrus Attila Viszkist is meghívtuk, jelen lesz ezen a programon, korongozással be akarja vonni a közönséget is ebbe a kerámia készítésbe, illetve egy kis ilyen beszélgetős talkshow műsort is szervezünk vele. A Nyíregyháza összeköt című időszaki kiállítás június 7-ig látható a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben.
A Csákvárt fogadja utolsó Balmazújvárosi meccsén a Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián együttese a vasárnap 16 órakor kezdődő mérkőzés követően elindul Nyíregyházára, ahol a Kossuth téren 8 órakor veszi kezdetét a bajnokavató ceremónia. Hat ország 10 csapatának részvételével rendezték meg Nagykállóban a 14. Narekupa nemzetközi amatőr röplabda tornát. Az első helyet a romániai Zilach együttese szerezte meg, a második helyen a szlovákiai Aranyos Marút végzett, a harmadik helyen pedig a rendező Nare A csapata zárta a tornát. Két pályán ütik a röplabdát a játékosok a nagykállói sportcsarnokban. A 14 évvel ezelőtt alakult Nagykállói Röplabda Egyesület a kezdetek óta minden évben rendez egy nemzetközi tornát, amelyen csak amatőr csapatok léphetnek pályára. Már a megalakuláskor az volt a cél, hogy az egyesület tagjai örömüket leljék a játékban. Játszottunk egymással, a barátokkal, a szakközépiskolának a csapatával, tanárokkal, ők mindig mondták, hogy jó lenne alakítani valami komolyabb dolgot. Tudtam azt, hogy bajnokságra nem nevezünk be, mert egy bajnokságra az heti 4 edzés, minden hétvége foglalt, és mindenki már családos. Viszont egy amatőr csapatot elképzeltünk magunknak, és úgy is indult meg, heti 1-2 alkalommal edzettünk, 12-en, 16-an, 20-an, a mai nap 44 tagja van a Narénak, a Nagy Kajropada Sportegyesületnek. Ennek több mint 20 tagja ifjúsági, a többiek felnőttek. A felnőttek, én vagyok a messze a legidősebb, a legfiatalabb a felnőttek 19. éves. Férfiak, nők, volt mikor volt komplett női csapatunk, 2 tartalékkal is, utána inkább a férfi és inkább a vegyes csapatok. Most már azt kezdik figyelni, hogy a veles, hogy játszanak a lányok is. A 14. Narekupán a hazaiak 2 együttese és a Hajdúnánás mellett Csehországból, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából érkezett csapatok léptek pályára. Király Helmes egyik legrégebbi, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de egyre szorosabb az Aranyos Maróttal is, már voltunk 2 versenyük, nekik össze van mindig a versenyük, de ugyanúgy a cseh csapat, a Mihalovce is, vagy ugye a Nagybánya, Szász régenből is érkeznek sokszor a csapatok, meg oda is szoktunk menni. Tehát egyre több, egyre nagyobb bázis van, és egyre több testvérváros, és egyre több nemzetközi tornán veszünk részt. 2 csapatra osztottuk most a Nare csapatát, mivel ugye egyre többen vagyunk szerencsére. Remélem, hogy mindkét Nare csapat a legjobb 4-be bejut. Reménykedünk abban, hogy az egyik, legalább minimum az egyik csapat döntőt is játszik, és szeretnénk nyilván megnyerni a tornát. De ez ellen ugye lesz a romániai csapatok, azt szerintem elég kemények. Meglátjuk, mit tudunk majd kihozni belőle. A Nare A csapata bejutott a döntőbe, ott azonban vereséget szenvedett az Zilachtól, így a romániai együttes nyerte a tornát. A harmadik helyen a szlovákiai Aranyos Marút csapata végzett. A nagykállóiak július 13-án egy nagyszabású strandröplabda tornára várják a csapatokat. Pakson zárja a bajnokságot a kisvárdai futballcsapat, Feckó Tamás együttese szombaton lép pályára a második helyen álló friss kupa győztes otthonában. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd MTK Budapest, Puskás Akadémia DVSC, Fehérvár FC DVTK, Kecskemét Zalaegerszeg és Ferencváros Újpest. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer, röviden. 10 000 évet repít vissza az időben a nyíregyházi állatpark legújabb attrakciója. Pénteken avatták fel a jégvilágot, a sarkkörök és a hideg égövek világát idéző állatbemutatót. Magyarország történetének legnagyobb vidéki állatkerti beruházása közel 14 milliárd forintból a Modern Városok program keretében valósult meg. Átadták a Nyírgyulai és Máriapócs településeket összekötő 3,5 kilométeres útszakaszt. A külterületi út szélesítésére, burkolására, vízelvezetés stabilizálására közel 300 millió forintos forrást nyert a vidékfejlesztési programból a két község konzorciuma. Idén is megtartotta díjátadó ünnepségét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen többek között díjazták az év vállalkozóját, valamint az év kiváló gyakorlati képzőhelyét is, mesterleveleket adtak át és méltatták a kiváló tanulókat is.
Kedves nézőink, Önök május 17-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, de ne feledjék, szombaton krónikával, vasárnap pedig gazdasági héttel várjuk Önöket, friss hírműsorral pedig szokásunkhoz híven, jövő hét hétfőn, ami pünköst hétfő lesz, szóval akkor jelentkezünk. Jó pihenést, viszontlátásra! Szombaton gomoly felhős, napos idő várható, és az ország északi felén helyenként előfordulhat. Zápor, esetleg zivatar. A délnyugati szél helyenként megélénkül. A délutáni órákban 20-23 fok várható. Vasárnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés lesz, de délután határozottabban megnövekszik a fátyol felhőzet. Szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben, tehát vasárnap 24-26 fokot mérhetünk.